Bekéné Szelenc Katalin egészségügyi szakoktató a diákoknak példát mutatva elsőként jelentkezett véradásra a Kossuth Lajos Technikum szakképzőiskola és gimnáziumban. A pedagógus szerint nagyon fontos a véradás, hiszen a véradók életeket tudnak menteni. Éppen ezért az iskolában több napon át igyekeztek mozgósítani a diákokat, a tanárokat és a gyerekek hozzátartozóit. Emellett pedig felkészítették őket arra, hogy hogyan történik a véradás. Az első véradókat egy kicsit még meg kell nyugtatni, hogy nem fog fájni, meg hogy megéri az a pici fájdalom, hogyha tudja, hogy 3 életet is megmenthet egy véradással. Szokták kérdezni, hogy mennyire fog fájni, meg hogy mi fog történni, bár az igaz, hogy mindig a tájékoztatás az megvan, tehát el is olvashatják a véradás menetét, mert a véradó, amikor szervezi itt is a véradást, az kint is hagyja a tájékoztatóanyagot, tehát hogy folyamatosan is utána tudnak nézni a gyerekek, de azért mindig megkérdezik, hogy lesz-e fájdalom, és hogy az ki fogja bírni, meg szoktak izgulni, de szerintem ez természetes. A helyszín specialitásából kifolyóan több olyan fiatal is volt, aki első alkalommal adott vért, hiszen véradásra csak a betöltött 18. életév fölött lehet jelentkezni. Én apukám is sokszor adott már vért, és innen jött az iklet, hogy hát akkor én is szeretnék másoknak az életénért tenni, és hogy másokon segítsek. Az iskolából kaptam a felhívást, mind Facebook által, mind például a híradó által, az iskola híradónk által, és jelen pillanatban nagyon izgulok, mert igen, ez lesz az első véradásom. A Magyar Vöröskereszt Zemplén területi szervezete évente 2 alkalommal, ősszel és a tavasz folyamán szervez oktatási intézményekben véradásokat. A Sátoraljaújhelyi középiskolában zárult most a zempléni diákvér. A fiatalok véradó mozgalomba történő bevonása nagyon fontos, hiszen pótolni kell azokat a többszörös véradókat, akik esetleges betegségük vagy koruk miatt kiesnek a rendszerből. Mivel 18. életévtől már véradó lehet valaki, így valamennyi zempléni térségünkben lévő középiskolában véradó napot tartottunk a 18. életévet betöltött fiataloknak, hiszen nagyon fontos, hogy népszerűsítsük a véradásokat, megismerhetjük velük a véradásnak a légkörét, sőt már véradások előtt egy felvilágosító, egy ismeretterjesztő filmet szoktunk kiküldeni a iskoláknak, illetve a helyi tanárelnökök, vagy biológia tanárok, vagy adott esetben egészségügyi tanárok megismerhetik őket a vér szerepéről, ennek a fontosságáról. A tavasz folyamán Sárospatak és Sátoraljaújhely 7 középiskolájában 216 diák jelentkezett véradásra, mely az eredményességet illetően azt jelenti, hogy a Magyar Vöröskereszt Zemplén területi szervezete által tervezetthez képest 120%-os volt a fiatalok részvételi aránya.